Nyílt napon tájékoztatták az érdeklődő szülőket és gyermekeiket a Csukás Zoltán mezőgazdasági szakközépiskolában. Perlaki Sándor igazgató elmondta, a 2017-2018-as tanévben egyebek mellett mezőgazdasági gépész, családi gazdálkodó és gazdaszakot is indítanak. A 2017-18-as tanévre szakgimnáziumi és szakközépiskolai szinten kínálunk továbbtanulási lehetőséget a 8. osztályos tanulók részére. Szakgimnáziumban mezőgazdasági gépész-technikus képzés, szakközépiskolai szinten mezőgazdasági gépész, gazda, illetve családi gazdálkodó szakképzés folyik. A szakközépiskolai képzés keretében a gépész, illetve a gazda szakképzésre még egy éves ráépülő szakképzés is folyik. A gépész esetében gépjavító karbantartó, a gazda esetében pedig biogazdálkodó. A mezőgazdasági gépész-technikus képzés keretében tanulóink 5 év alatt megismerkednek a mezőgazdasági erőgépek, munkagépek szerkezeti felépítésével, működésével és üzemeltetésével. Az első 4 éves képzés során közismereti és szakmai tárgyakat tanulnak, 4. év végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók, és úgynevezett ágazati érettségi vizsgát is tesznek. Emiatt már egy munkakör betöltésére alkalmas OK és bizonyítványt kapnak a tanulók, és 5. év végén pedig, amikor a teljes szakképzésben részt vesznek, szakmai vizsgát tesznek, és ekkor kapják meg a mezőgazdasági gépész-technikus bizonyítványt. A képzés során a szakmai gyakorlatok itt az iskolában történnek, iskolai tanműhelyekben, illetve az iskola tangazdaságában, illetve a szakmai vizsga feltétele, hogy traktorvezető jogosítvánnyal rendelkezzenek, természetesen ezt biztosítjuk a tanulók számára. Tehát 5. évfolyam végén a tanulók akkor rendelkeznek 2 szakmai bizonyítvánnyal és 1 jogosítvánnyal. Természetesen emellett lehetőséget biztosítunk a tanulók számára egyéb tanfolyami keretek között különböző végzettségek megszerzésére, így például a növényvédős tanfolyamot megszervezzük a végzős tanulók részére, illetve hegesztő tanfolyamot is szervezünk. A szakközépiskolában tanulók esetében pedig a szakmai képzések egy része az iskolában, másik része pedig külső gyakorló helyeken történik. A tanulóknak lehetősége van különböző gazdálkodó egységeknél töltenie a gyakorlatukat, vagy együttműködési szerződés keretében, vagy tanulószerződés keretében. Néhány tanuló esetében mi is tudjuk biztosítani a tanulóknak a tanulószerződéses munkavégzést. Ennek a jelentősége az, hogy a tanulók a minimálbér 20%-át kapják meg ösztöndíjként a képzés során, illetve a gazda szakképzés esetében, mivel a gazda szakképzés hiányszakmának minősül, külön támogatásban részesülnek. Itt ebben az esetben tanulmányi eredménytől függően 10 000-től 30 000 forintig terjedhet az ösztöndíj mértéke. A tanulóink, én úgy gondolom, hogy bármelyik végzettség esetén is el tudnak helyezkedni. A gépész tanulók keresettek, évvége felé gyakran érdeklődnek cégek és kérnek ajánlatokat, vagy adnak ajánlatokat tanulók, végzett végzős tanulók részére. Egyrészt a különböző termelő egységek, gépértékesítő és szerviz cégek, illetve mondhatom azt, hogy ipari cégek is érdeklődnek a gépész végzettségű tanulók iránt.
A mai nap folyamán lehetőséget biztosítunk a tanulók számára, hogy megismerkedjenek az iskolával, a tanműhelyekkel, tangazdaságunkkal, az iskolában folyó gyakorlati oktatással. Természetesen emellett bármikor szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szüleiket iskolánk megtekintésére.